A tanévet Kovács Miklós Istvánné igazgató értékelte. Beszédében hosszan sorolta azt a rengeteg dobogós helyezést, melyet ebben a tanévben diákjaik értek el egyéni és csoportos, városi, megyei és országos versenyeken. A sportban is jeleskedtek a győrfisek. Erről is külön szólt az iskola vezető. Diákolimpia futszál negyedik korcsoport megyei elődöntőjén első helyezést, míg a megyei döntőn hatodik helyezést ért el iskolán csapata. A csapat tagjai Bézi Ferenc Bence 7. A, Darabos Lehel 8. A, Debreceni Dávid Péter 8. B, Fülöp Tamás 6. A, Kereki Dávid 8. B, Molnár Zétény 7. A, Nagy Zalán 8. A, Stupinski Benedek 6. A, Szabó Sándor 7. B és Varga Dominik 8. B osztályos tanulók. Diákolimpia labdarúgás 3. korcsoport körzeti döntőn 3. helyezést értek el csapatunk tagjai. Csécsei Dominik 5. B, Fülöp Tamás 6. A, Gödér Dominik 5. B, Kovács Vilmos 6. A, Nagy Bence 6. A, Örlős Balázs 5. B, Stupinski Benedek 6. A, Varga Dominik 7. B osztályos tanulók. A lányok is jeleskedtek labdarúgásban. A 3. 4. korcsoport a Diákolimpia megyei elődöntőjén első helyezést ért el, a megyei döntőn pedig 2. helyezést értek el. Csapatunk tagjai Berzétei Boglárka 8. A, Budai Szintia Vanessa 8. A, Bújdosó Sarolta 7. B, Gera Zsófia 8. A, Györfi Szilvia 8. A, Márki Flóra 7. A, Molnár Liza Szonya 7. A, Szabó Erika Anna 8. A, Szegedi Viola Éva 8. A osztályos tanulónk. Kosárlabdában is szépen szerepeltek tanulóink. A Diákolimpián 3. korcsoportban leány kosárlabda megyei döntőjén első helyezést, az elődöntőn pedig 3. helyezést értek el tanulóink. Csapatunk tagjai Bácsa Nikolett 6. A, Bíró Lara 5. B, Diós Dorka 6. B, Dobos Lelle 6. A, Gorzás Lilla 6. A, Győri Zita 6. B, Márki Flóra 7. A, Rácz Antónia 6. A, Sál Krisztina 6. A, Szakál Anna Mária 6. B osztályos tanuló. A 4. korcsoportban ugyancsak kosárlabdából a megyei döntőn 2. helyezést értek el. Bújdosó Sarolta 7. B, Burján Hanna Gréta 7. A, Dobos Lelle 6. A, Gorzás Lilla 6. A, Győri Zita 6. A, Márki Flóra 7. A, Ordas Zsanett 7. B, Örlős Petra Kata 7. A, Rácz Antónia 6. A, Szabó Erika Anna 8. A és Szakál Anna Mária 6. B osztályos tanulók. Az értékelés után az iskola legkiválóbb eredményekkel büszkélkedhető nyolcadikosait, Darabos Lehelt, aki dr. Ternyák Csaba érsektől vett át érseki dicséretet, valamint a Karcagváros jó tanuló jó sportolója díjat kapott, Varga Dominikot és Nagy Zalánt Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos, az iskola lelki vezetője köszöntötte virággal. Karcagvárosi önkormányzat képviselőtestülete Kovács Miklós Istvánné részére kimagasló nevelő oktató munkájáért Karcagváros pedagógiai díjat adományozott, amelyet az iskola tanévzáró ünnepségén adott át részére Sári Kovács Szilvia alpolgármester. A díjazottat köszöntötte Gulyás Zsolt plébános, a nevelőtestület, a diákok és a szülői közösség képviselői, valamint Pánt Ildikó, az iskola nyugalmazott igazgatója, önkormányzati képviselő is. A díjátadó után több mint 100 gyermek társai előtt vette át az igazgatónőtől a kitűnő bizonyítványát. Többen kaptak elismerést tanulmányi és sportmunkájukért. A tanévzáró az osztályokban folytatódott, ahol a többiek is megkapták osztályfőnökeiktől bizonyítványukat.